Köszöntöm a Hírefem Rádió hallgatóit, a civil kört hallják, a mai műsorvezető Gajdics Otto, és köszöntöm vendégeimet, ifjabb Lomnici Zoltánt, német Lojzit és Hetman Robertet, szervusztok! Szervusz, szia! Szívusztok. Mivel az első témát ö, azt ö, Robi javasolta, ezért még neki adjuk meg először a szót, de Valahogy úgy tudnám fölvezetni, hogy nem régiben azt olvastam egy publicisztikában, hogy el kellene már végre törölni az eltörlést. Na most meg fogják érteni a hallgatóink, hogy miért mondom ezt. Robi írt egy cikket arról a magyar nemzetben, úgyhogy vezest föl, szes a témát. Nemrégiben Felső-Ausztriában, tehát nem is olyan túlságosan messze a mi életünktől, tehát nem valami távoli, exotikus kontinensen, oda jutott a helyi városvezetés, ez, ez Velsz nevű város, ez Linztől nem messze, tehát egy 60-70 ezres ilyen erősen iparosodott település, ahol arra jutott a városvezetés, egyébként jobboldali eh, eh, FPÖ-s, tehát ott extrém jobboldalinnak számító vezetés, hogy eh, itt a helyi antifa sejt évtizedes morgolódását, vicsorgását megelégelve engedett a nyomásnak, és azt mondták, hogy vizsgáljuk felül a, a városban található közterületneveket, mik azok, amik személyekről vannak elnevezve, és amennyiben személyekről vannak elnevezve, akkor nézzük meg, hogy ezek nem ütköznek-e valamiféle hát, e, e, ordas e, önkényuralmi rendszerhez, és arra fölállítottak felállítottak egy, egy kritériumrendszert. Ezt már egy, egy bizottság állította föl akik ezt végignyálaszták, és, 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 átmentek az összes elnevezésem. És akkor benne volt az, hogy a nemzeti szocialista rendszerben való szerepvállalás, benne volt az, hogy, hogy antiszemitizmus, benne volt az, hogy, rasszizmus, hogy, hogy és, és, hát különböző kritériumszeket folytottak, de, de gyakorlatilag a, ebből az ötből mondjuk legalább kettő vagy három az ilyen erősen, meglehetősen gumiszabály jellegűre sikeredett, tehát mindent bele lehetett érteni, tehát hogyha mondjuk a középkorban él szerző, hát nem megfelelően, és nem a mai sztenderdeknek megfelelően viszonyult a feminizmus gondolatához, akkor bizony ő már fennakadhatott a rostán. És ennek megfelelően végignézték az összes utcánat, és találtak húsz közterületet, aminek a megváltoztatása az így szóba került, a bizottság ezeket hát, problémásnak találta, és hát megdöbbenésük. Hát azt gondoltuk, hogy mondjuk Richard Wagner rajta fog szerepelni ezen a listán, ez már nem meglepő, mert azért már lehetett hallani, hiszen uh, uh, Adolf Hitler nagyon szerette Wagner zenéjét, és uh, hát erről Wagner nem tehetett, mert 1886-ban meghalt, de ettől függetlenül ő folyamatos támadások keresztülébe állt, és hát most megdöbbentünk, mert a listán ott szerepel uh, egy magyar zeneszerző is, méghozzá Lehár Ferenc. Én elolvastam ezt a uh, történészi levéltárosi munkát, kinyilatkoztatást, hogy mi volt a baj tulajdonképpen lehár Ferenccel, aki e, zeneszerző volt, ugye nagyon híres operett e, daraboknak a komponistája, e, Magyarországon született, de hát tudni lehet róla, aki egy utánolvas az életrajzának, hogy ő soha nem politizált, egyáltalán nem érdekelte a politika, a zeneszerzés volt a mindene, és ebben a művész világban neki rengeteg zsidó barátja volt, tehát abszolút sem, nem vagy antiszemitő, semmilyen e, ilyen gondolat ő, őtőle e, a lehet legtávolabb állt, hiszen a saját felesége is zsidó származású volt, tehát e, semmilyen szinten nem kötődött a nemzeti szocialista rendszerhez, és ennek ellenére ott talált ott állt ezen a listán, és aztán megérvelik, alátámasztják ilyen furcsa dolgokkal, hogy hát Hitler rajongott az operettekért, és leginkább Lehár Ferenc műveiért, és tulajdonképpen neki ott jó sora volt a nemzeti szocialista rendszerben, megtűrték, a felesége mentességet kapott, tehát nem hurcolták el, és ez önmagában ez akkora bűn, hogy emiatt Lehár Ferenc egy problematikus személyiség ma már Ausztriában, vitatható, holott egyébként semmilyen kampányrendezvény, tehát nem vállalt, nem korteskedett a nemzeti szocialista állam mellett, ő szép csendben meghúzta magát a Bádis belévő villájában. Egy idős, beteges zeneszerzőről kell beszélnünk, hát négy évvel később meg is halt. Tehát ő ahhoz már e, idős volt, hogy ő, ő elvándoroljon mondjuk Amerikából, egyébként nem szerették az operettet, és ilyen halt volna. De most mégis az utókor ezt várja el tőle, hogy miért nem vándorolt ki, vagy ha otthon maradt, miért nem lett belőle ellenálló? Az Utókor, azt, azt úgy nem, csak óvatosan használnám, néhány idő ezt várja tőle. Nagyon hiányolom ebből az egész városi szempontrendszerből a szélső baloldal, a kommunizmus, a vörös terror, a, százmillióra becsülhető áldozatai a kommunizmusnak, és aki abban részt vett tevékenyen, vagy érintőlegesen, akkor azoknak a nevét is tessék kihúzgálni, kezdjék mindjárt az antifával elzavarni a városból, mert ha valaki szélsőséges, undorító eszmék alapján szerveződik, akkor az maga az antifa. Na, de nem akarom én rátok már a véleményem, Zoli, te hogy Nem látod? is kell, egyetértünk. Láttam a német ártén, az egy ilyen mérsékelt kulturális adó, ugye, ahogy hogy Zaj Péter féle kultúra formálást értjük, egy műsort az osztrák nácikról. És hogy így adódnak össze történetek, mert én egy puzzle tudok adni a, a te képethez. nevezetesen, hogy Lincet megjelölték, mint a Nemzeti Szocializmus Központi városát, egyébként a nácizmus alatt, és itt egy záróéles megjegyzést hagyta tegyek, amikor az osztrák kancellár nácizott, fasisztázott a magyar kormányjal kapcsolatban, akkor sok mindenki megszólalt a kérdésben, jó magam is, és én arra helyeztem a hangsúlyt, hogy volt ott egy népszavazás az Anschluss kapcsán, ahol 99% támogatta a csatlakozást, és akkor a Telex egyik Félelmetes szürkállományjal rendelkező újságírója a történelmi hamisítással vádolt. Na most az Árte azt hiszem, hogy jobban utána nézett a dolgoknak, mint ez a kiváló fiatalember. Nevezzük újságírónak. Most a ne. jó, hiszem, jó hiszeműen. <laughs> Kikérem magam. E, és azt mondta, hogy az osztrákok nem hogy ezt a népszavazást végigcsinálták, ez egy létező esemény volt, de úgy hívták a bevonulását Hitlernek, hogy Blumenkrieg, mert annyi virágot szórtak a hadtest elé, amely bevonult, hogy alig tudtak haladni emiatt, ugye ez egy szimbólum, aztán a Heldenplácon százezrek ünnepelték karlendítéssel Hitlert, és az Arte azt hozta ki, hogy az osztrákok voltak egyébként élén Kaltenbrunnerrel, akit aztán elő is léptetett Hitler, a legkegyetlenebbek, az ukránok mellett egyébként erről is megemlékezik a, a dokumentumfilm, egy másfél órás körülbelül, és arról beszél, hogy ahol Hitler osztrákot vetett be, ott jó kezekben volt akár az endlőzünk, ugye ezek szörnyű dolgok, de hát mégiscsak ezekről is beszélnünk kell, vagy akár bármilyen végrehajtási cselekmény, amely a nácik érdekét szolgálta. Most ehhez képest 2023-ban én is azt gondolom, hogy el kell oda jutni, hogy ugyan egy nácizást nem biztos, hogy elfogadok egy osztrák koncellártól, mert annál azért azt gondolom, hogy az ilyen kérdéseknél egyfajta ömérsékletet nem ártal tanúsítanak, de mindig van a két szélsőség, a másik szélsőség pedig, amit leállal csinálnak, vagy akár Wagnerrel csinálnak Ausztriába, és az, hogy egyébként az osztrákokról így tudunk beszélni, hogy mégiscsak ott egy erősebb jobboldali kormány lehet, az annak tudható be az árta szerint, hogy rögtön beállították magukat az első nap áldozatnak. Úgyhogy a románok és a franciák mellén az osztrákok a tenni, ellenbajnok nemzetek sorába. Mert ugye a románok az átállással, a franciák meg az, hogy kétszer adták meg magukat meg hát ott volt a visi kormány, és mintha mi se történt volna, tehát a, a franciákat ugye úgy emlegetik, mint, mint, első számú áldozatok között lévő államok, és mégiscsak asszisztáltak egy, egy kollaboráns kormányhoz. És summa, -summa én ezt teljes mértékben megértem, amit mondtál, nagyon fontosnak tartom az ilyen jellegű kutatásokat, és sajnálom egyébként őszintén az átlag és német embert, aki semmit nem tehet erről, de mégis fülét, farkát behúzva kell élni a mai napig. nagyon kedvelem Zoltának ezt a mérhetetlen nyugalmát, hogy ezekről a kardinális kérdésekről tud beszélni, mert te is, ott meg én is hangosabban szoktunk ezekről a Igen. témákról beszélni, mert nagyon felkavar. és, <laughs> és, és most úgy is, kell visszafogni. <laughs> ez is egyébként egy olyan téma. Egyébként, ami ebből a legszomorúbb, hogy a politika beépül mindig a tudományos akadémiákba, akik meghatározzák az oktatás például. És így kerül be a tankönyvekbe az a hamis történetírás, amit mi a gyerekkorunkban megértünk, legalábbis én 56-os gyerek vagyok, és a gyerekeimnek pont az ellenkezőjét kell tanítanom, mint amit nekünk tanítottak. Tehát a a hatalom, van éppen, és akik ülnek ezekben a székekben, azok határozzák meg. Sajnos ezekben a székekben nem volt csere. Tehát a tudományos akadémiában is rengeteg olyan ember ül, aki még mindig abban hisz, amiben hinnie kellett annak idején. Tehát például a biszkup Béla sem ismert le, vagy amit csináltak, az gaztett volt a mai napig. Úgyhogy itt elleveztek nálunk is a 18-as hőseinkből Rajklászló utcát, akkor a legnagyobb gyilkosról, mindjárt eszembe Sz is jutott. Samueliról. Hogy? Samueliről. Samueli Tiborról, ott volt a 13. kerületben egy gyönyörű utca, és ez a rendszerváltás után még évekig ott volt. Az utolsó Samuel utca idén lett. Tehát, és ez, 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 megint nem lett kiteregetve, tehát nem lett tanítva, hogy volt egy vonatja Szamuelinek, ami ha elindult, ahol megállt, ott hullottak a magyar fejek. Magyar fejek hullottak. Igen. Tehát uh, itt is voltak uh, gazemberek, és vannak is, de... Szabó Ervin könyvtár. Mondd ez valamit? Ahogy ah, Úgy kiegészítsem a sót. <laughs> <laughs> Ságvári Endre barátom. Úgy, úgy. Szóval, és utcák ne, voltak elnevezve róluk. Most aztán, hogy ezt mi <laughs> hogy ítéljük meg, és azt mondjuk, hogy elítélendő valóban is bontsuk le azokat a feliratokat, ez azért természetes, mert tényleg az emberek voltak. De egy művész ember, amiről te beszéltél, akinek semmi köze nem volt a politikához, azt levenni a házfalakról, bár nem vették le, csak mellé tettek valami kommentet, hogy na, ugye Hitler hallgatta a zenét, ezzel már őt, de Egyből. Úgyhogy át kell gondolni, hogy kire nevezünk el utcákat. <gül> <gül> Jó, menjünk is tovább. Nem gondolom azt, hogy, hogy a... Zoltának a közbevetése a, a alapján, hogy ezt hamar lezárul ez a, az a történet, mert igen, emlékezünk csak vissza, hogy a Horn-Gyulas sem tudtuk megakadályozni. Még folyamatban van. Még, még, még folyamatban. Nem adtuk fel. Brüsszelben a szobrot neki és No, de ugye mi ezzel a műsorral befejeztük a vakációt, elkezdtük a politikai évadot, és adásba kerülésünk után nem sokkal indul az iskola év is. A tanárok és diákok, meg szakszervezetek tartottak egy sajtótájékozatot, és megnyugtattak bennünket, hogy ez az iskola év sem lesz nyugodtabb, normálisabb, élvezhetőbb, mint az eddigi volt, eddigiek voltak az elmúlt években, mert hogy ismét lesz tüntetés, ismét lesz vonulás, hídlezárás, vagy amit akartok. Én azt találtam mondani több műsorban, és le is írtam, hogy végtelenül haragszom a diákokra különösen, mert a kockás ingés tanárokkal nincs mit kezdeni. Azok olyanok, mint amire Löjtzi utalt az Akadémián, tehát ők, ők abban hisznek a mai napig, amiben ezzel nem tudunk mit kezdeni, de a diákokra nagyon haragszom, hogy hagyják magukat félrevezetni, orruknál fogva vezetni ezáltal a szedetvetett balliberális ellenzék által, akiknek elemi érdeke az utcai balhéj, nem is tudnak más csinálni, semmilyen politikai innováció nincs a se a fejükbe, se a tetteikbe. De miért kell ennek felülni 10-20 éves gyerekeknek, Zoli? A, ha megengeditek, egy filozófiai ö, megközelítést adnék, és nagyon röviden, mert ö, szerintem egyrészt kíváncsi vagyok a véleményetekre, másrészt én a, már nem nagyon találok érveket azon túl, hogy mindenkinek a jogszabályi kötelezettség elvégezni a munkáját, és ö, hogyha egy jogosultság nincs az állam keretein belül, akkor azt, azt, tudomásul kell venni, amíg valaki elfogadja a fizetését. De itt általánosságban is hátrébb lépek nagyon röviden. Azt gondolom, hogy az a bomlasztó tevékenység, amely kétségtelenül jelen van egyébként az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban a baloldal részéről. Nagyon leegyszerűsítve most már egyetemen azt mondhatjuk, hogy a baloldal oldal bomlaszt, a jobb oldal meg integrál. Sok-sok szempontból meg lehet közelíteni ezt a két politikai tömböt, de ez, ez egy jellemző egyértelműen. Az egyik káoszteremt ennyi bűncselekményeket javasol, a másik szigorú bűncselekményeket javasol, rendet és törvényességet terem. És, és ez, ez, egyre inkább kezd elválni mind Európában, mind az Egyesült Államokban. Mégiscsak ez a mi kultúrkörünk, kénytelen vagyok elfogadni, igaz, hogy most a tengeren túlon az őrület tombol, de akkor is, mert hát ide tartozunk, ez ettől még tény marad. Tehát magyarán, az államiság elleni súlyos támadásnak tartom azt, hogy a fiatalok egyébként minden ellen lázadnak. És most ezt, ez persze egy nem új keletű probléma, ami jelenti akár a kormányzatot, a fennálló rendet, a szabályokat, a törvényességet, de mind a mellett a jogosultságokat, a szociális jutatásokat, a közvilágítást, meg minden egyébbet mindenki szeret elfogadni. És a, a hosszú távú kifutása ennek a történetnek az egyébként, amit a diákok nem is vesznek észre, hogy látszólag a jobb oldalnak az érdeke, ez a hamis narratíva, leépíteni az oktatói szférát, de valójában nem veszük észre, ez a baloldalnak egy folyamatos, szisztematikus munkája, egyébként a rendszerváltás előtt, is, azt követően is, hogy az államot szétzilálja, és ezt lapra, könyvbe beírt, lapra vetette, vagy vagy könyvben megfogalmazta Gyuri bácsi, aki ugye a lehetetlen megkísértésében erre szoktam hivatkozni, leírta, hogy az állam megbukott, levitéz lett, és a civil társadalomnak kell átvenni a szerepét. És ezt már olyan szintre fejlesztette a baloldal, hogy már pártok helyett civileket indítanak a választásokon is. Tehát egy ilyen kaotikus helyzetben, ahol azt csugalják, hogy minden fennálló szabályt rúg fel. Na persze, hogyha bemész a kórházba, akkor minden legyen tökéletes. Tehát most egészen odáig menjünk el, hogy, hogy már egyesek arra buzdítanak, hogy a császárnak se kell megfizetni, ami a császári. Mert ezeknek miért adjam? De amikor bemegyek, akár az, az oktatási intézménybe, akár az egészségügyi intézménybe, akkor elvárom, hogy minden tip top legyen. Tehát én ebben látom a a problémát, de erre megmondom nektek, mi a válasz. Az én szerény álláspontom szerint az, hogy még mindig keveset költünk a kommunikációra, és még többet kell, mert máshogy nem lehet, és minden közösségi a felületen, mert más esélyünk nincs. Az információt el kell juttatni. Én ezért soha nem dőlök be az ilyen tév információknak, se a mi oldalunkon, se a túloldalon, hogy, hogy miért kell ennyit költeni. Hát a kommunikáció az információ továbbadás, és a mi információnk ugyanolyan erős kell, hogy legyen, mint az övék, és mivel ezek liberális csatornák komoly előnyből indulnak, ezért, ne, bocsánat a kifejezésért, kétszer-háromszor annyit kell dolgoznunk, vagy kétszer-háromszor annyit kell költenünk hogy eljusson az az információ, ami egy ilyen esetben például elmagyarázza a fiataloknak, hogy amit csináltok sajnos a rombolási folyamatnak a része. Hát mi nyomjuk ezzel de jó lenne, a más is. Robi. Alapvetően a, a, ahhoz, hogy ezek a romboló, pusztító erők jelentős, nem is azt mondja, hogy többséghez, mert az talán nekik is egy túlzott vágyálom, de legalábbis egy nagyobb számossághoz jussanak, és legyen egy tömeg mögöttük, ahhoz van alapvetően szükségük a fiatalok megszólítására, maguk mellé állítására. Azért is, mert ugye volt erről egy, van erről egy könyv, amit szoktak ezekben a baloldali ronkocsmákban elég gyakran olvasgatni. Ez a Szardja Popovicsnak a híres Könyve, most a cím hirtelen talán nem jut eszembe, de ez a... útmutató forradalomhoz, köszönöm. Igen. Így van. Kibálasz. És ebben ő nagyon jól leírta. Tehát ez, ez, egy, ez egy jó szakmai mű egyébként. Tehát aki meg akarja ismerni Bocsánat, az ő receptkönyv, receptkönyv, igen. Tökéletes. Aki meg akarja ismerni az ő gondolataikat, és azt, hogy hogy kell ezt megvalósítani, vég, véghez vinni, ezt a felforgatást, amit ugye ilyen eufemisztikusan forradalomnak szoktak nevezni azt nagyon jól kifejtés leírja. És ebben a könyvben, ahogyha megnézzük a recept gyakorlati megvalósítását a való életben is, mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a diákokra, fiatalokra. Miért? Azért, mert a társadalmat, ha megnézzük, a társadalomnak az aktív rétege, az nem a fiatalokból áll. Az aktív réteg, az a fiatal felnőtteknél kezdődik, akik már dolgoznak, Elkezdik a nagybetűs életet, és tart addig, amíg ez az aktív kor le nem zárul. Tehát gyereket nevelnek, adót fizetnek, hitelt törlesztenek, dolgozni járnak, megbecsülik a munkahelyüket. Ha olyan, ha nem, akkor igyekeznek egy olyat keresni, aminek örülnek, és küzdenek, mert az élet ez egy nagy küzdelem. Tehát ezt aki nem ismeri el, az nem. A Földön gondolkodik. Most ezt a réteget a baloldal valójában elveszíti. Mindig, mert ezek az emberek találkoznak napi szinten a realitásokkal, és ez, ez a réteg ez arra van determinálva, most ez az aktív dolgozó réteg, hogy a jobb jobboldali értékeket megőrizze, mert egyébként a felforgatás a forradalom számára csak veszélyekkel és veszteségekkel jár. Éppen ezért ezt az ifjúsági réteget célozzák meg, hát meg azért is, mert mivel nincsenek állapotbeli kötelezettségeik, nem kell gyereket neveljenek, munkahelyre járjanak, stb. stb. stb., hanem az iskolákban, folyó oktatásban vesznek csak részt, ezért rengeteg a szabadidejük, nincsen, nem kell felelősséget vállalniuk senki sem iránt, ezért nagyon könnyen rá lehet őket szedni arra, hogy akár meggondolatlanul részt vegyenek valamilyen akcióban, és hát azt meg mindannyian tudjuk, hiszen mi is voltunk e, ilyen fiatalok, hogy a lázadás az ennek az életkornak a velejárója. És éppen ezért ezek a felforgató e, ügynökök, nevezzük őket ügynöknek, mert véleményem szerint ezek ügynökök, még hogyha nem is tudatosan megbízásra cselekednek, de akkor is egy feladatot hajtanak végre. Ezek az ügynökök mindig ezeket a fiatalokat állítják maguk mellé, mert ővelük velük tudják megteremteni a kritikus tömeget. És amikor ez már megvan, vagy legalábbis elérték a maximumot, akkor kell nyitni ezt a a Popovics leírja a nyugdíjasok felé, mert ők meg sokan vannak, és sok a szabad idejük ráérnek, nem rúgják és ki aktívak. őket aktívak, nem rúgják ki őket a munkahelyről, mert ugye egy... 35 éves, ezt is kockáztatja. Tehát, ha elmegy sztrájkolni 30 napra egy 35 éves családapa, akkor annak hát az életére nézve lesznek következményei. És ezért van az, hogy folyamatosan az egyetemista, meg középiskolás rétegre lőnek. Meg most már általános iskolásokra. Most már általános iskolásokra. Elképesztő volt az a jelenet, ahogy ott mocskos fideseszeszesztek a 14 éves gyerekeket. Hogy? Igen. Mert ők meg nagyon könnyen maguk mellé állíthatók, hogy végre felnőttnek tekintenek. Végre valaki ember számba vett engem. Ami ugye egy vicc, mert, bár, mert felnőtt számba, bocsánat. Szokták koryálok. mondani, hogy cigit, cigit nem engedünk nekik venni, Igen. de azért, hogy majd mondjuk nem elkö... váltom műtétbe, már dönthetnek. Igen. Jó, Lojzi. Tehát most nagyjából Robert mindent elmondott meg a Zoltán, csak két nyerekben ül a baloldal az egyik a szakszervezetek a másik pedig a pedagógusok. És itt azért vannak lépésforban, mert ugye a pedagógusok nagy része azért 40 fölötti, tehát ők más edzőtáborban jártak, mint a mostani friss pedagógusok. És ebben az edzőtáborban teljes agymosást kaptak, és szentírásként tekintenek még mindig azokra a baloldali eszmékre, dialektikus materializmus is ismerjük, hogy mit tanítottak a pártiskolákban, meg egyáltalán az egyetemeken. Kötelező volt. Így ő ezt adja tovább kötelezően, vérből, tehát ő azt ebbe hisz, a gyerek pedig szemül a tanárjával, akiben azért kell hinni, mert tőle kapja az igét, a történelmet, a földrajz, a magyar nyelvű vagy akár az orosz, vagy az angolt, tök mindegy. <kül> ha a tanár megkéri, hogy fia, menjék az utcára, mert bajba vagyunk, nem kapunk elég fizetést, nem fogunk téged tudni tanítani, mondd meg anyukádnak, hogy otthon kell maradjál, és majd akkor ő nem tud menni dolgozni. Hát persze, a gyerek elveszti az eszét, és kimegy, és drágár módon szídja a regláló kormány. Arról nem beszélve, hogy ezt már átéltük egyszer a színművészeti főiskolán, hogy a színművészeti főiskolán is erre tanítják a színészeket. Álljál ellen, tagadd a kormány, gyűlöljed, mond olyan színdarabokat gyártsál, hogy a nagy közönség ezt lássa, zavarkeltés, másról beszél, mint ami van. És ez sajnos egy gyakorlat, amit tanítanak szerintem felsőbb körökbe. A gyorsaságot is hajzoltam ott, hogy fogjunk össze, és nyomatékkal csináljuk a médiát. Nem tudsz versenyezni, mert nemzetközi média van a kezükbe. Ami Bécsbe megjelenik, az a következő fél órában egész Európában megjelenik az a cikk, ami demolasztálja a magyarokat, például ugye, hogy nácik vagyunk, vagy diktatúra van Magyarországon, ami megjelenik egy bécsi labba, vagy nem, vagy egy berlini labba, az fél órában az összes liberális labban megjelenik. Na, itt van a nagy verseny. A, csak egy példa arra, amit említettél, hogy a, a Színházis Filművészeti Egyetemen helyzetgyakorlatként tanították, hogyan kell elfoglalni egy egyetemet és aztán elfoglalták, emlékeztek rá. Tehát elképesztő. Ugye? De, de. de amit még nagyon fontosnak tartok ezzel a témával a kapcsolatban, az az, hogy például van ez a Egységes Diákfront nevezetű szervezet, aki most országjárásra indul, mert ugye láttuk azért az utolsó Kossuth reakció, hogy olyan túl sokan nincsenek, hát most vidékről próbálnak toborozni. Egy gyors kört fussunk azzal kapcsolatban, hogy szerintetek ennek lesz valami eredménye? Nem semmi. A, a, vidék magyarsága többször bizonyította a bölcsességét, és nem igen nem akarom természetesen szembeállítani a fővárost és a vidéket, de, de megkockáztatom, hogy azoknak nagy igazságuk van, akik azt mondják, hogy a tiszta eszmék, a tisztesség, a korrektség a nagy volumenben megtalálható a vidék magyarsága körében, és én azokkal értek egyet, akik a vidék gyalázását, azt kiemelt problémának tekintik a baloldal részéről. És nézzük meg, hogy hány kísérlet volt a vidékiek megalázására egyébként a magyar baloldalnál, vagy éppen mondjuk a Brexit szavazásnál, a vidéki bunkok szavazták meg a Brexitet a nemzetközi baloldal, vagy elit részéről is. Tehát ezt kifejezetten kicsit elvittem a kérdést, vagy kitágítottam, de kifejezetten bízom a vidékben. Mm. Zoltán állítására reagálva, kicsit úgy tűnik az utóbbi időben, mintha a baloldal úgy nálunk, mint a nyugati világban mindenütt, mintha kezdene túllépni a többség tiszteletének elvén. Tehát azért eddig azt láttuk, hogy ők azt mondták, hogy mi vagyunk a többség. Tehát megpróbáljuk megszerezni a többséget, ha nem sikerül, akkor akkor valahogy úgy matekozunk, hogy mi legyünk több, hogy a bolsevizmusnak alapvetően ez a lényege. De most egyre többször olvasni olyat hazai szélső-baloldali véleményformáló lapokban is említhetjük például a szikromozgalomhoz köthető orgánumokat, hogy tulajdonképpen hagyjuk ezt a többséget, meg meg, meg ez, ez, ez nem is biztos, hogy jó, meg attól még hülyeség a hülyeség, hogy sokan zajkóznak. És, és hát például egy dolog a többség, de a haladás útjába, a progresszió útjába nem állhatnak a mondjuk az alkotmányos keretek. Vagy a, a, a demokratikus legitimáció nem állhat, nem feküdhet keresztbe az úton, a progresszió útján. És éppen ez összekapcsolódik azzal, hogy látjuk a, a például a, ezeknek a progresszív sajtótermékeknek a kommunikációját, hogy tulajdonképpen a, a, az országot lakó többségről, hiszen a vidék lakossága, mint olyan, az. Egy, ez, egy, ez egy tény, hogy többség, mert többen laknak vidéken, mint Budapesten, vagy akár az agglomerációban is, Budapesten együttvéve. És ezek a kijelentések, kinyilatkoztatások, ezek határozottan abban az irányban mutatnak, hogy most már megengedhetik maguknak, hogy az ország, a lakosság többségével szembe szembeállítsák akár saját magukat, ami egészen félelmetes, mert mi azt gondoljuk, vagy legalábbis abban reménykedünk, hogy legalább a, jó, a, a csendes többség józan esze, megmenthet minket. Csak, tudod, mi lesz ezzel a probléma? Paláver műsorvezetés közben szembesültem egy ilyen állásponttal, hogyha a progresszió például hidat foglal, és a, a progresszió útját úgy képzeli el, hogy neki ahhoz is joga van, hogy másoknak az útját keresztezi és elzárja. Azt kérdezte egy ö, Paláver hallgató, hogy és akkor én erőszakkal átmehetek azon a hídon? Hát, van dolg? Nem, mert jogtalanságra jogot alapítani nem lehet. Ah, tehát... De, de, hogy mondjam, tehát, hogy, hogy hol, van, hol van a jog, Zoli, amikor valaki azt mondja, hogy hagyjuk már ezt a többségi mizériát, nehogy ne, 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 meg bennünket a haladásban a demokrácia, meg a jogállam? Hát. Um... <laughs> Változatlan csak azt tudom, csak lózitól nem akarom elvenni a szót. Nem, mondani, jó, hogy itt ő, ő következik majd. Itt államfilozófiai viták keresztüzébe kerültünk. Az állításom az az, hogy a, az önálló állammal, a szuverén nemzetállammal szemben, és egyébként a magántulajdonnal a szembeni támadásokról fog szólni az elkövetkező néhány évt. És hát a integritás, ugye a, a vírusok és a különböző, amiről egy Valóban véleskező diktátor, de Kaddafi az ENSZ-ben beszélt, hogy az lesz a következő évtizedeknek kívása, hogy hogy pandémiát fognak az emberekre bocsátani. Nagyon érdekes meglátásai voltak, nem is szépen végezte. Úgyhogy, úgyhogy végső soron azt gondolom, hogy az ilyen esetekben a, az államot meg kell erősíteni. Mert az alternatívája az a szövetségi állam, amely valójában nem állam. Tehát az Egyesült Állam, tehát Washington és Brüsszel az ugyanazt szeretne lenni, ugye Brüsszel szeretne lenni, Washington, Washington pedig amit megvalósít. Hogyha valaki ismeri a belső viszonyokat, mint ahogy én csak tanulgatom, de azt tudja, hogy az államok fölött Washington vétójoggal van, és nagyon sokan az államokban mondjuk. Austinban, Texas állam fővárosában gyűlölik washington mert valamilyen rendet megteremtenek maguknak, ami működik, és azt Washingtonban jó pár Körülüli száz kilométer fölülírják. És az valójában a szövetségi állam az már nem államként működik, az államként Texas működik, és Magyarország működik, és Németország, brüsszeli központtal az unió nem működik államként, hát nem tudja megvédeni a határait, stb. stb. Igen. Texas tudja egyébként megvédeni a határait, nem Washington tudja Texasért. Lózi, akkor te hogy látod vidéken, mennyire fogékonyak erre a hülyeségre, amit te? Én úgy látom, hogy a Momentum követte a legnagyobb hibát mindjárt alakulásakor, amikor kijelentett a vezetőség, hogy utálja a vidéket. Tehát ezzel kezdték. Utalva a utalva hülyén beszélnek, olyan furcsán beszélnek. -e. Szóval pökhendi hülye gyerekek indították el ezt az egész mozgalmat. Elfelejtve azt, hogy a vidéket azért nem tudja maga alá gyűrni senki, a bal oldalról, mert rengeteg kulák, dolgozó, munkás ember volt, aki összehozott magának egy birodalmat, egy nagyobb földrészt, ahol embereknek adott munkát, ahol ők közösség, tehát egy szakra és közösség a vidék. És ezt a szakra és közösséget szétverték. Szétverték, hogy a kullákokat elhurcolták, agyonverték a tömeg szemelátára, megalázták és ez még jobban összehúzza őket és összeszorítja hogy nem még egyszer ne legyen baloldal, nem, nem szándékoznak odaadni egy marékföldet se senkinek, uh -huh. hogy még egyszer államosítsanak. Uh -huh. Ez az egyik nagy összetartó uh -huh. hát erre a videóban. Erre utalt Zoli, hogy a magántulajdon elleni küzdelem lesz a, a baloldalnak az elsődleges, mert hogy itt a, a tulajdon a bíró gazda, az nem fog bedőlni ezeknek a, a nem, nem, akarom minősíteni. Vannak egyébként, akik a baloldal pénzén nőttek föl, de hál' Istennek inkább erősebb a régi több száz éves hagyományos a parasság. Világos. Jó. Menjünk tovább, mert ö, lesz még alkalmunk kifejteni ezekről a dolgokra a ha meg is teszik azt, amit tesznek, de jó, ha tudják, hogy a hitfoglalással vigyáznék. Abból nagyon elege van ennek a társadalomnak. Na de hát majd látjuk, hogy hova jutnak. Beszélgessünk arról, hogy ö, itt van a szomszédban ez a háború, amiről már rengeteget beszéltünk, de csak nem akarják abba hagyni. Most egészen, hogy is mondjuk csak dermesztő fordulatok zajlanak. Most már ott tart a nyugat, hogy akár F-16-osokat is hajlandó adni az ukránoknak. Egyre több hír szól arról, hogy, hogy vészesen fogy mindkét oldalon a bevethető katona hiába a technikai felszerelés, meg minden, nincs katona, ennek az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb kitalálják, hogy küldjön a NATO embereket is. Én nem tudom akkor mi lesz. És hát biztos emlékeztek arra, hogy volt egy kósza hír, nem is sokáig lebegett a, a hír hírfolyamban, de volt ilyen, hogy, hogy Prigozsin fölajánlotta, az átállás lehetőségét az ukránoknak, de az ukránok ezt visszautasították, el is felejtette a közvélemény ezt a dolgot, és aztán egyszer csak Prigozsyi megindul Moszkva felé a, a csapataival, de nem jut el odáig, vagy nem akar elmenni odáig, most meg lezuhan a repülője, és ott égben az teljes vezetése a Wagner csoportnak. Mindeközben a magyar köztársasági elnök elmegy Kievbe tárgyalni az ukrán elnökkel, amit megfűszereznek egy jó kis légiriadóval, úgy kell kimenekíteni a magyar köztársaság elnököt, vagy lemenekíteni az óvájra. -E szóval eg egészen, hogy is mondjam, csak Hollywood összes forgatókönyvírója, az, az szerintem most, most lapáttal zsákolja be a, elkövetkező évtizedek filmjének a, a sztoriait pusztán a valóságban. Hogy hogy mire fog ez kiputni? Én csak egy szeletét emelném ki, mert ez az extrovertált ember számára egy órás kis előadástnak e a lehetőségét, e hogy mondjam, dobja föl. És hát én introvertált vagyok, úgyhogy én ezért rendkívül rövidre fogom. Tehát van egy Jeffrey Epstein nevű figura, és még mielőtt azt hiszitek, hogy, hogy nem értettem a kérdést, mindjárt remélem, hogy látszani fog, hogy miért őt hozom föl. Ő működtet egy magánszigetet, ahol fiatalkorú lányokkal, többek között kiskorúakkal is lehet élvezkedni, és ezen a szigeten megfordulnak fejesek is, hogy így fogalmazzak, többek között rossz nyelvek szerint Bill Clinton, korábbi Amerikai elnök is, Jeffrey Epstein a feleségével együtt szervezi ezeket az alkalmakat, eseményeket és turnusokat, és lebuknak. És Epstein börtönbe kerül, egy szigorúan őrzött börtönben pedig rövid időn belül öngyilkos lesz. Ugye ez a hivatalos álláspont vagy kommuniké, úgy, hogy egyébként, mint tudjuk, az Egyesült Államokban még a cipőfűzőt is elveszik a. Szigorúan védett helyeken, tehát az, hogy megfojtsa magát, arra biológiailag, tehát laikusként elmondom, hogy nincs esély, mi magunk nem tudjuk magunkat megfojtani, mert előbb elájulunk, mint hogy véghez vinnénk ezt az aktust. Tehát önönkézzel nem lehet magát, hogy megfojtsa az ember. De mégis történik egy ilyen haláleset. Mindenki, aki foglalkozik ezzel a témával, azt gondolja, hogy így gyilkosság történt. És mindenki aki mélyebben foglalkozik, azt sejti, hogy a Clintonhoz vezető körök azok, vagy kapcsolódó körök azok nem intaktak ebben a történetben. Tehát amikor Prigozsin esetében bárki azt gondolja, hogy na ez csak Oroszországban történhet meg, és egyébként egy, egy kis Luxusképen utazva mennyire felelős egy olyan ember, aki szembefordult Putyinnal, hogy ott repked. Egyébként ez meg egy biztonságpolitikai kérdés, amire nem kívánok hozzászólni. De az Epstein példája mutatja azt, hogy hogy a, a hatalommal szembeszegülők sehol nincsenek biztonságban. Mm -hmm. És hogyha nem súlycsoportban van, akkor ott van Falcone bíró, még egy utolsó példa, aki egy kiváló ember volt. De az egész mafiával szemben úgy gondolta hogy fel tudja venni a versenyt, és annyi TNT-t raktak a híd alá, amely felrobbant palermo kifelé a repülőtérre, hogy, hogy 40 fákon se élte volna túl, nem hogy egy. Mm. Tehát ezek, 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 a történet nagy kérdései, nyilván állás nem foglalunk, de hogy... Én nem mondtam Hollywoodot, hát az ember néha fáradtan elmélyed a televíziós filmkínálatban, ott számtalan ilyen filmet látni magánhadseregekről, amelyik szembe fordul az őt kiképző és őt eddig pénzelő hatalommal, de hát mindig az a sorsuk, hogy azonnal fatvát hirdetnek rájuk, hogy megpróbálják kinyírni őket. Ebben teljesen igazad van, Hogy látott erről? Azon kívül, hogy ez egy olyan filmre emlékeztet, ami a nézőközönség számára nem biztos, hogy kellemes élmény, tehát egy kicsit ilyen szorongással vegyes akciófilmre kezd hasonlítani, de a nagyobb probléma mégsem ez, hanem az, hogy erről a, ebből a moziteremből nem tudunk kisétálni. Tehát ez, ez nem az a hely, hanem bizony ez, ez egy valóság, és az a valóság, ez tőlünk nem olyan messze történik. Bármennyire is messzinek tűnik innen mondjuk Kiev vagy az orosz-ukrán hadszíntér, ez, ez bizony nagyon is itt van a mi régiónkban, és nagyon is a hatásait érezzük úgy a mindennapokban, mint a, a gazdaságban, a, a, a politikában is. Felértéklődik a régiónak a a stabilitása, vagy az instabilitása, ugye attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük, és minden pillanatban, amikor erről beszélünk, akkor mi valójában a tudásnak csak egy egészen jelentéktelen szeletének vagyunk a birtokában, mert egyrészt nem tudjuk, hogy amit látunk, valóban az történik-e, másrészt pedig, ami legalább ilyen fontos, hogy nem tudjuk, hogy holnap mi fog történni, és mi fog látszani abból. Úgyhogy ez, én csak kívánom, hogy legyünk egyszer már túl ezen, olyan, mint egy véget, egy olyan rossz álom, rémálom, ami egyszerűen nem akar véget érni. Igen. Igen. És hát reménykedjünk, hogy nem lesz sokkal. Az általam az ebizonytalanság a, a legborzasztóbb, elviselhetetlen már már. Hát ez a kor mondjuk a haláltusáját vívja, utolsó napjait, mert Gyorbán Viktor fogalmazott, hogy két nap van az égen, az egyik le fog hullani, tehát egy nap fog maradni, és ez igen közel van. Azért gondolom, mert nem is lett volna itt semmilyen konfliktus, hogyha nem az lett volna a fő cél, hogy a németek ne jussanak orosz energiához, az orosz meg ne jusson német tudáshoz. Ez volt a lényege, hogy ne találkozzon ez a két fantasztikus nép. És a háború is emiatt tört ki. Ugye tudjuk jó, hogy a másik világháború után nem mentek haza az amerikaiak itt maradtak. Kiépítették az állásaikat, beépültek mindenhol, megcsinálták Brüsszelt, és ők irányítanak mindent. Most onnét azt az üzenetet kapták, hogy a németek nehogy véletlenül se találkozzanak az orosz energiákkal, ezért lebutították Németországot. Németország teljesen elveszítette a, azt a fantasztikus erejét, ami mindig jellemezte a germánokat. Minden helyzetben ők voltak a legjobbak, még meghunyászkodásban is, úgy a második világháború után. Úgyhogy <kül> Itt az a cél, hogy tényleg ne találkozzon az orosz a német, de mindent elkövetnek, hogy mi Ukrajna legyen az a pont, ahol ezt eldöntsék ezt a csatát. Még erre is volt pofája, a, nevezzük háttérhatalomnak, hogy nem a saját területén vívja meg a csatát, hanem elviszi Ukrajnába. Hát pusztuljanak az ukránok el. És ez nagyjából így is van, mert épp az előtte mondtad, hogy alig van már katona. És ebben az az ijesztő, ha elfogy a katona, akkor jön a fegyver. És azok durva fegyverek. Olyan fegyverek, amiket egyikünk se kíván. Uh -huh. Úgyhogy itt állunk most per pillanat ezelőtt a kérdésed, de nem fogja. Mikor lesz vége a háborúnak, kérdezted? Akkor lesz vége a háborúnak, ha egyik hatalom a másikat lenyomja. De ez nem megy háború nélkül is, nagyon nagy harcok nélkül. Ez a, hogy mondják, világhatalmi törekvés, ez csak harccal vívható meg. És ez itt zajlik a szemünk előtt, de van még négy-öt percünk, egy rövid válaszra jut mindenkinek idő azzal a kapcsolatban, hogy a legfontosabb feladat a kormány és a kormányfő szerint az infláció letörése. Akkor lehet újra gazdasági növekedés, akkor lehet bérnövekedés, akkor gyerhetjük vissza azt a növekedési és egyéb potenciált, ami ahhoz kell, hogy jobb legyen az élet Magyarországon. Segítsünk, van-e ötletetek még azokon kívül, amik idáig elhangoztak, hogy lehet ezt az inflációt letörni, mint a kukoricát, ahogy Orbán Viktor fogalmazott? Ennél egyszerűbb kérdés nem is tehetél volna fel, azt Csak, csak a, 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 szélén haladva annyit tudok mondani, hogy nekem az egyik kedvenc felvetésem ezzel kapcsolatban, hogy nem most csinálják meg életük üzletét a, a multik. Tehát egy ilyen helyzetben én azt hangsúlyozom, azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy sokan kihasználták ezt a Bizony. szituációt arra, hogy a korábbi szolidaritási adókból valamilyen módon a az abból keletkezett hiányt valamilyen módon most anulálják, és ezt a, a magyar lakosság szenvedte meg, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy a GVH még erőteljesebben bekapcsolódott ebben Igen. a folyamatban. lett, tehát. Robi, te hogy látod? É, abszolút egyetértek, és az infláció az valójában azért is egy nagyon aljas jelenség, mert semmi másról nem szól, mint hogy az embereknek a, a zsebéből az adózott, megtermelt jövedelmüket kihúzza és talán arra is érdemes odafigyelni a lakosságnak, hogy például a jövedelmét azt milyen formában tartja, mert ugye nálunk az egy népszokás vagy hagyomány, hogy... A készpénzállomány, meg a bankszámlapénz esetekben nincs különbség, az befektetlenül, lekötetlenül marad, és különösen ezek a háztartások, családok, tehát itt nem vagyonos emberekről beszélünk, hanem a hétköznapi magyar emberek megtakarításairól, hogy ezek vesztették el egy év alatt az értékük megközelítőleg 20%-át, de hogyha az inflációs hegy, tehát az emelkedésnek a hegy lábát is hozzáadjuk ehhez, akkor ez akár a 30 ot is hmm. elérheti, és ebben valóban ott van az, hogy a multicégek, a nagyvállalatok pofátlan és arrogáns módon nyerészkedtek rajtunk, kalkuláltak 500 forintos euróval is, hallottam ilyen véleményeket, vagy álláspontok, hogy egyes vállalatok készültek, a 500 forintos euró lehet, és ezt már beáraszták Beárasztek. a szolgáltatásba a termékeikbe. Ami meg azért is felháborító, mert sohasem volt 500 forintos az euró, és amikor az euró árfolyam korrigált, akkor ezek a kereskedők egyáltalán nem vitték, vitték le az árakat. Tehát jó, ez, ez történt. Jó, tehát akkor önmérséklet államkötvény. Lózite, hogy látod. Hát, a minősítő jelzők, hogy pofátlan meg arugás, nem minősíti azt a tényleg elképesztő magatartást, hogy hozzányúltak ezek az emberek, akik a COVID-on is elszenvedett veszteségüket is most akarták leverni. És leginkább megint ez a borzasztó, hogy a magyarokon. Megint. Nem azért volt ilyen magas az infláció, meg nem ilyen magas az infláció Magyarországon, mert nem értenek, hogy a Varga Mihály valamit rosszul csinált, hanem szándékosan megint Magyarországot akarták térdekényszeríteni. Én nagyon remélem, hogy ez meg fog szűnni, mert tarthatatlan ez az állapot. Akik gyerekeket nevelnek, akinek családjuk van, máról holnapra kénytelenek élni. Ne itt a magyart. Ez lett a végszó. Köszönöm szépen nektek az értékes és gondolatébresztő beszélgetést. Hallgatóimnak köszönöm a megtisztelő figyelmet, jövő héten is lesz civil kör, de addig is hallgassák a hírefemet a viszonthallásra.